pénteken este Mozart dallamai csendültek fel a főtéri templom falai között. A Figaro házasságának nyitánya mellett a C-dur koncertót, valamint a G-moll szimfóniát is meghallgathatta a közönség. A koncertó Budapest művészei teltház előtt léphettek fel. A pénteki estén szólót játszott Kacander Orsoly, a fuvola művész. Elmondta, nagyon örül, hogy a fuvolára és hárfára írt zeneművet ő játszhatta el. Minden fuvolásnak az életében a fuvola-hárfa verseny az egy különleges ajándék tulajdonképpen. De hát én ezt a szimfóniát is nagyon szeretem. A nyitány az pedig hát olyan pezsdítő, hogy szerintem mindenki nagyon szeretni fogja. Szerintem nagyon szép műsor. A Koncertó Budapest egyik célja, hogy hosszú távon is együttműködhessen Keszthelyjel. Ez a közös munka májusban kezdődött el. Akkor már tervezték azt is, hogy a nyárbúcsúztató koncertet is itt fogják megtartani. Keller András zeneigazgató elmondta, régi álma, hogy a Balaton mellett minél több helyszínre vihessék el a komoly zenét. Szimfonikus zenekar hangversenyére ugyanis ebben a térségben kevés a példa. Én remélem, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz, és hát az álom az az, hogy egy olyan zenei fesztivál alakulhasson ki itt a Balaton partján, melynek reményeim szerint Keszthely lesz a centruma, vagy az egyik centruma, ami majdan büszkesége lehet az országunknak. Szombaton a Kármelita Bazilikában Bach és Beethoven estre várták az érdeklődőket. A Koncertó Budapest számára is tele volt az elmúlt időszak megpróbáltatásokkal. Több koncertjüket is élőben közvetítették az interneten, ezeket több mint 1 millióan látták. Természetesen, amint volt lehetőség, közönség előtt is játszottak. Keszthely nekünk nagyon fontos, szeretjük Keszthelyt, szeretjük a környéket, a lakosokat, úgyhogy ezzel határoztunk úgy, hogy ebben az évben 3 ingyenes koncertet is adunk itt. Nem szokásunk, rögtön jelzem, hogy ebben az évben összesen 4 ingyenes koncertet adunk, egyiket a gyermekmentőszolgálat kapta, és 3-at Keszthely. Én azt gondolom, hogy ez rengeteget kell, hogy mondjon, és reméljük, hogy a keszthelyieknek tetszik a zenénk. A Koncertó Budapest őszi naptárai zsúfolt. Szeptemberben Pécsett és Budapesten is láthatja a művészeket a közönség.